Egyszer a 90-es évek elején Bécsben bementem egy óraboltba, és voltam olyan pofátlan, hogy felpróbáltam néhány olyan órát, amit még gondolatban se tudtam megvásárolni, nemhogy igaziból. Az eladó látta természetesen rajtam, hogy nem vagyok igazi vásárló, GPS-en tette a dolgát, de szemmel láthatóan nagyon elege volt belőlem, és én feltettem a legrosszabb kérdést, amit egy márkás óra kereskedőtől fel lehet tenni. Azt kérdeztem egészen pontosan, hogy tessék mondani, pontos ez az óra. Megvetés, igazi megvetés sugár a szeméből, és csak annyit mondott Fokhegyről, hogyha pontos órát akar, akkor vegyen egyet, nem tudom én, 20 euróért, de lehet, hogy akkor még nem volt euró, így shillinget mondott, mondjuk 150 shillinget. Amúgy nagyon szeretem az órákat, azt gondolom, hogy az a titkuk, és azért vonzódik a legtöbb ember az órákhoz, és sokan azért gyűjtenek sokszor évekig egy komoly órára, mert jó érzés látni egy remek művet bármikor, amikor az ember a csuklójára pillant. Azt hiszem, hogy ez az órák titka. Eddig 111 millióan nézték és hallgatták meg csak a YouTube-on, ahogy a Madonna tiktakol. Óriási szám, de semmi ahhoz képest, hogy eddig több milliárdnyian hallgatták már meg, ahogyan a karórájuk tiktakol. Mert hogy a karóra az a tárgy, ami volt a nagyapáinknak, az apáinknak, és van nekünk is. Sőt, mivel mostanság is évi sok százezeret adnak el belőle csak Magyarországon, könnyen lehet, hogy lesz a gyermekeinknek is. De mi a titok? Miért nem megy ki a karóra a divatból annak ellenére sem, hogy a telefonunktól az autónk kijelzőjéig rengeteg helyről leolvashatjuk a pontos időt? Többeket megkérdeztem erről, például a mestert, aki több mint 80 éve órák között él. Mert a legegyszerűbb megnézni az időt rajta. Csak ennyi. Azután az ország egyik legismertebb szakemberét, aki már 10 milliós órákat is javított, és aki szerint különösen a férfiaknak fontos a karóra. Gyakorlatilag ez az egyetlen ékszerünk évszázadokra visszamenőleg szinte, zsebórával kezdődött lánccal, szép smoking, szép öltöny, cilinder, pálca, sétapálca, és az óra volt az egyetlen olyan ékszer, ami így megmaradt. És a szakújságírót, aki szerint egy jó órát tartani csak elsőre tűnik pénzkidobásnak. Van az a számolási módszer, hogy ha mondjuk csak egy példa, veszel egy órát 1 millió forintért, hordod 3 évig és adod 900 ezerért, akkor 3 évig hordtál 100 ezer forintért egy 1 milliós órát. Maradjunk is ebben az aprócska pesti órás műhelyben, itt dolgozik Viktor. A többi között ő alapította a chronometer.hu nevű szaklapot, és az egyik legnagyobb használt órás Facebook oldal is az övé. No meg óra történész is, és nem mellesleg, van egy aprócska vekkere. Hogy pontosan hogyan született meg a karóra, azt ma már nehéz megmondani. Van egy közszájon forgó legenda a múlt század elejéről, amelynek egyik főszereplője egy Alberto Santos Dumont nevű pilóta, aki ezen a 120 éves felvételen éppen a levegőbe emeli ezt a fura szerkezetet. A másik főszereplő pedig az ő jó barátja, Louis Cartier. Dumontnak az volt a problémája, hogy nagyon macerás repülés közben elővenni a zsebéből a zsebórát és megnézni az időt, majd bezárni és visszatenni. És ezért ő megkérte a barátját, Louis Cartier-t, hogy mi lenne akkor, hogyha ő megpróbálna valami csuklóra szerelhető valódi karórát készíteni, nyilván nem ez volt a megfogalmazás akkor. Persze korábban is voltak már olyan módszerek, amelyekkel a zsebórát a kézhez rögzítették, de legalábbis a legenda szerint ez volt az első karóra, amely az alkotó és a pilóta neveinek felhasználásával a Cartier Santos nevet kapta. Ha még meglenne, simán működhetne ma is, mert hogy egy jó óra nem tud megöregedni. Ezt már attól a Hantos Lászlótól tudom meg, aki talán a legismertebb magyar órás napjainkban. De nem volt mindig órás. Az induló szakmám nekem a zenélés volt, a konzervatóriumot végeztem. Nem mondd már, milyen hangszeren játszol? Trombitáltam. De mivel izgulós volt és nehezen viselte a fellépésekkel járó feszültséget, nyugodtabb munkát keresett. Ez lett az órásság. Én nem tudom, hogy mennyire nyugodt szakma ez, az viszont biztos, hogy óriási kézügyesség és kiváló látás kell hozzá. Ezt még én is észrevettem, amikor László nekiült egy régi szerkezetet összerakni. Volt olyan alkatrész az asztalon, amit én szinte nem is láttam. Én azt hittem egy piszok csak. De nem az, hanem egy másfél grammos alkatrész. Ha ez elpattan valahová, akkor ember legyen a talpán, aki megtalálja. Ráadásul sok ezek közül gyakorlatilag pótolhatatlan. Mikor egy
horgony kell egy ritka órához például, az már fejtörést okoz. Ott már baj van. Tehát vannak olyan alkatrészek, amit sajnos nem lehet mással pótolni, nem lehet átalakítani se. De azért többnyire valahogy mindig sikerül megoldást találni. László azután befejezi a kedvemért a munkát, és kitesz az asztalra néhány kész vagy félkész órát. Én meg azt kérdezem tőle, hogy miért adjak én horror pénzeket egy karóráért, amikor 2000 forintért is vehetek bármelyik nagy áruházban. Az embere válogatja, kinek milyen hifi berendezése van otthon, van, aki nem megelégszik egy szokorrádióval a sarokban, és akkor azt szól, ha valami zenét szeretne, valakinek meg több 10 millió forintos hifije van, úgyhogy ez az óránál is ugyanígy. Hasonlítsunk akkor össze egy drága és egy olcsó órát. A kék színű az olcsó, vagyis a szokorrádió kategória, a másik pedig a drága. Ránézésre nincs is olyan sok különbség, óralap. Érdemes viszont belülről is megnézni őket. Lászlónak van egy olyan kamerája, amellyel egészen közelről is belenézhetünk az órákba. Lássuk először az olcsót, hát ez ilyen. Néhány csavar és néhány fémlapocska. De akkor nézzük meg a drágát. Nem is hasonlítható össze a kettő. Komolyan mondom, hogy én hosszú percekig nézegettem ezeket a fogaskerekeket és egyéb kütyüket, ahogyan szépen összehangoltan mozognak. De az olcsó órák védelmében gyorsan mondjuk el. A 2000 forintos kínai piacos is mutatja az időt, tehát arra, amire annak idején az órát kitalálták, alkalmas. De csak pár évig, ellentétben a drágával. És ez mennyi ideig fog még elmenni? Ez még 200 évig biztos, hogyha nyilván vigyáznak rá, illetve hát megkapja azt a néha-néha szervizt, amit kell neki. Menj a helyedre. A fiatal órások után jöjjön a korelnök, vagyis Tiszeker Otto. 1953 óta van a szakmában hivatalosan, de nem hivatalosan születése óta, mivel édesapja is órás volt. A papa egyébként ezen a képen saját üzlete előtt áll. Ez egy doxa órának a teljes anyaga. Ez pedig a fia boltja, ahol szó szerint minden van, ami az órajavításhoz kell. Az első döbbenet az egyik szekrény középső fiókjának kihúzása után ért engem. Hát itt aztán hány óra számlap van? Amennyit akar. Amennyit akarok? Ez hány év alatt gyűlt össze ez a rengeteg karóralap? Hát nézze, én mondom, 53 szeptember egy óta akkor mentem inasnak. De hát az én közben azért olyan is volt, hogy két évig én voltam az órása a Feri egy repülőtérnek. Azután kiderült, hogy ez csak az egyik óralapos fiók, a nagyobbak fölötte vannak. De karóra üvegből is sok száz, vagy talán ezer is akad itt. Mert hogy ugye ki tudja, hogy kicsi üvegkel vagy nagyak kedves kuncsafnak. Egy órás meg nem mondhatja, hogy nincs. Tiszeker urat arról is kérdeztem, hogy Magyarországon miért éppen a Doxa lett a legismertebb márka, hiszen Svájcban ez inkább csak a közép kategória. Kiderült, hogy még a II. Világháború előtt indult a magyar Doxa történelem, méghozzá a MÁV-nak köszönhetően. A Doxa óra azt a magyar vasutak rendelték meg Svájcba, azt tetszett nekik, és az lett behozva a vasúthoz. Tehát minden vasutasnak Doxa órája volt, kicsi, és minden vasutas állomásnak Doxa volt nagy. A világháború után, amikor nem nagyon lehetett nyugati órához jutni, külön értékké vált a pontos és ritkán elromló Doxa. Így a 60-as évek elejétől újra megjelent az órásboltokban. E múlt századbeli óra segítségével ellenőrzik az összes órát nyitás előtt a főváros legújabb óraüzletében a Kossuth Lajos utcában. Ebben az 1960-as tudósításban például van egy képkocka, amelyen jól látható, hogy a bolt központi helyén a két svájci óra van, a Doxa és a Marvin. Szóval az embereknek akkoriban volt polyott csajka, vagy éppen rúla órája mindennapokra, de ballagásra, esküvőre, nyugdíjba vonulásra azért került a családba egy-egy Doxa is, amelyet azután örökölt a következő nemzedék. A nagypapa Doxa órájának legendája így örök. Pedig ezek a karórák gyűjtői szempontból majdnem értéktelenek, pár tízezer forintért bárki hozzájuthat egy felújítotthoz, még nekem is van. Nekem is van 50 darab. 50 darab Doxa óra? És mit csinálod, Tóbátyám, ezzel sok Doxa órával? Eladom.
Ja. Időnként, mikor pénzre van szükségem, akkor egy párat eladok. Vevő pedig mindig akad. Az órák gyűjtése ugyanis régi szokás nálunk magyaroknál. Ligetfalvi Viktor egy 76 évvel ezelőtt induló és máig tartó történetet mesélt el nekem. 1944-ben a magyar ékszerész Láng József 2 Patek Philippet rendelt meg egy napon. És az a különleges, hogy abból a Patek Philippből összesen 4 darab készült, és több milliárd forintért lett el árverezve 2017-ben az egyik, már nem Magyarországon. Ez volt az az óra. Ne legyen kétségünk, ha az új gazdája valamikor eladja, akkor nyerőben száll majd ki az üzletből. Persze nem csak a milliárdosok hobbija a karóra. Olyan történetet is hallottam, hogy valaki, aki nem volt gazdag, évekig gyűjtött egy márkás és nagyon drága órára. Azzal indokolta ezt, hogy neki sosem lesz Jaguar autója vagy balatoni nyaralója panoráma kilátással, de legalább egy luxus cikke legyen már. Mondhatják persze, hogy ez egy defektes gondolat, de én, akinek szintén nem lesz Jaguarja vagy balatoni nyaralója, azt hiszem, hogy értem. Még akkor is, ha én ezzel együtt sem spórolnék egy milliós karórára. Egy átlagos férfi embernek szerinted hány karórára van szüksége? Minimum 3, szerintem. Kell egy sportos óra, amit úgy biciklizéshez, bármihez föl tud venni, nem is feltétlenül kell, hogy az egy mechanikus óra legyen, vízálló legyen, ütésálló legyen, stb. És akkor kell egy olyan óra, amit öltönyhöz fölvesz, egy bőrcíjas óra, bármilyen anyagválasztásban, hogy acél vagy arany, az már mindegy. És kell egy olyan komolyabb, sportosan kinéző óra, amivel mondjuk a mindennapjait megéri az ember. Vagy egy sem kell. A karórában ugyanis éppen az a jó, hogyha tetszik, akkor hordjuk, ha meg nem tetszik, akkor nem hordjuk. Egyébként engem nagyon izgatott a kérdés, hogy a mester tud-e következtetni az ember jellemére abból, hogy milyen órát visel a csuklóján. Teszteltem hát. Akkor most lecsatolom az órámat, és odaadom a kezedbe, és mondd meg, légy szíves, hogy akkor én milyen ember vagyok. Ez egy aránylag egyszerű, mai modern, ám de szép kivitelű óra, acéltokos, klasszikus számlappal, nagy, jól látható számokkal, de egy egyszerű kvarc óra. Tehát ebből mondjuk még így nehéz megítélni bárkit is. Ez egy olyan óra szerintem, ami már arra enged következtetni, hogy az illető szereti a stílust, jól öltözködik, jó dolgokat vásárol, de még annyira nem ért az órához, hogy ez még annyira nem nevezhető órának, de szép óra. Abban mindenképpen igaza van a mesternek, hogy nem értek az órákhoz, de szeretem őket. Ez az én kis kollekcióm. Így együtt talán érnek egy egyhetes balatoni nyaralást egy kisebb hotelben. Csak azért mutatom meg őket, hogy elmondhassam. Reggelente perceket állok egy kis doboz előtt, mire eldöntöm, hogy aznap melyiket veszem fel. Olyan ez, mint amikor a hölgyek a bizsúik között válogatnak. És most vissza az öregmesterhez. Bár Tiszeker Otto már elmúlt 82 éves és kétszeres büszke dédapa, máig nem pihen. Sok más mellett most éppen ezt az álló órát javítgatja. És ez hány éves lehet ez az óra? Ez körülbelül 200. 200 éves? 200 éves, igen. Olyan természetesen mondta ezt, mintha naponta találkoznánk ilyen öreg szerkezetekkel. Az óra alapra azután apránként visszakerültek az alkatrészek, és pár percnyi munka után már meg is mutatta az arcát a gép nekünk. Az idős mester ezután az egyik szakkönyvében megmutatta a legöregebb létező magyar órát, ez az. A kép alatti évszám 1570, vagyis az óra éppen 450 éves. Az egyik genfi múzeumban van, aki arra jár, nézze meg. Már csak a riport vége volt vissza, amikor ránk szakadt az ég, tető alatt kellett hát elmondanom a végére szánt gondolataimat. Eszembe jutott kedvelt retro kávézom, és biztos voltam benne, hogy ennek tulajdonosa tud valamilyen órás hátteret nekem. Így is lett. Előkapott valahonnan egy régi zománc táblát,
és már mondhattam is. Hallottuk Hantos Lászlótól, hogy egy rendes férfi embernek legalább 3 karórája van. No, a 3-ból az egyik most itt van a kezemen, és azért mutatom meg, mert hogy ezt 1980-ban gyártották a moszkvai olimpia tiszteletére, Moszkvában természetszerűleg. Ugye van az a mondás, hogy minden órának lelke van, de külön lelke van azoknak, amelyet koljáig gyártottak. Ugye így vicceltek annak idején a szovjet iparral. Nos hát, hogy ez mennyire igaz? Én ezt az órát fölhúzom, és kisvártatva nem indul el. Viszont, hogyha kétszer megpöccintem a hátulját, akkor azonnal elkezd úgy járni, mint ha nem is a Schaffhauseni, de mint a moszkvai óra. A heti naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták. Amúgy az én nagypapám is órásmester volt, sajnos nem ismerhetem személyesen, nagyon nagy régen meghalt, de apám mesélte, hogy sokszor fél napig is kereskélt egy elpattant kis milliméteres alkatrész vagy csavart az üzletben. Ezt mindig minden órásnak elmesélem, akik ilyenkor egy kicsit a szívükbe zárnak engem. Amúgy szégyenkezve jelentem, hogy körülbelül egy év ezelőtt átálltam a sötét oldalra, beleszerettem egy okos órába, ugyan nincsen lelke, mint a szerkezetes óráknak, de játéknak jó, meg sem mutatom. Na most az van rajtam.